Megőrzi-e hibátlan mérlegét az Alba-Fehérvár hazai pályán? Ez volt a kérdés a Szeged ellen, és amikor az elején a csapat pontkirálya Brandon Wood egy triplát, majd egy duplát is elsüllyesztett a szegedi kosárban, úgy tűnt a kérdésre határozott igen a válasz. Csak hogy a szegediek nem akarták az áldozati bárány készséges szerepét eljátszani, és a palánk alatt tarthatatlan Csorvási, valamint a center létére kintről is remekül dobó Gyukic vezérletével a fehérváriak nyomába eredtek, és amikor már 12 ponttal meglógott az Alba, arra is volt válaszuk, így viszonylag szoros volt az állás. Mind a két csapat extra jól dobott az első félidőben, a fehérváriak 62, a szegediek 60%-kal céloztak, ez is érthetővé tette, hogy sok volt a kosár, ezúttal nem csak a gyengébb védekezés volt ebben a ludas. Félidőben vezetett az Alba, de nem dőlt el a mérkőzés, a második játékrész elején pedig beszállt a pontgyártásba Ronald Moore is, az irányító addig inkább csak remek passzaival vétette észre magát, de megint volt válasza a Szegednek, mert az első félidőben halványabb amerikai légiós Anthony Gurley ekkor kezdett pontgyártásba, így az utolsó negyed előtt is szoros maradt az állás. A záró játékrész aztán döntött mégpedig az Alba javára, ekkor már sokan bekapcsolódtak a fehérváriak részéről a pontgyártásba, jobban oszlottak a terhek, jól játszott a cserejátékos Supola is, a Szeged pedig leszakadt, bár a végén még egy huszáros hajrával visszajött és szűkítette a különbséget. 93-84-re győzött az Alba Fehérvár, vagyis mind a 11 hazai mérkőzését megnyerte az alapszakaszban. Ez szép teljesítmény, most pedig idegenben kellene újabbakat hozzátenni, hogy a végén a helyezés is jó legyen. Azt gondolom, hogy egy olyan eredmény, mint mindig pozitívan meg kell értékelni, mert tényleg az alapszakaszban, hogy jól emlékszem, tavaly egy meccset veszítettünk ebből a szezonban, egyiket se, de igazából ennek a teljes értéke lesz csak akkor, hogy idegenben is tudunk a meccseket nyerni. Ehhez pedig jobb játék kell, ez biztos támadásban, meg a védekezésben is.